25. születésnapját ünnepli ebben az esztendőben az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok itt Hódmezővásárhelyen. Mit jelent Hódmezővásárhelynek az, hogy a régió, sőt Európa legjobb mezőgazdasági állattenyésztési kiállítását itt rendezik meg? Ez Hódmezővásárhelyi legnagyobb rendezvény, minden évben megrendezésre kerül. Nagyon büszkék vagyunk, hogy Hódmezővásárhely adhat otthont ennek a jelentős rendezvénynek. Az egész ország számára stratégiai fontosságú a mezőgazdaság, Hódmezővásárhelyen ez pedig még az átlagosnál is inkább igaz. Mennyire élnek még ma itt jelentős mennyiségben mezőgazdaságból az emberek a térségben? Hát nyilván a mezőgazdaság jelentősége országosan az ipar, illetve a szolgáltatás mögé szorult. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne stratégiai ágazat. Hódmezővásárhelyen az átlagnál nagyobb, de még mindig a harmadik helyen lévő arányban élnek mezőgazdaságból az emberek. Amikor megnézzük az Egyesült Államokat, ahol a lakosságnak alig 1%-a él a mezőgazdaságból, mégis nem csak a 330 millió amerikait, hanem még legalább ugyanennyi világban máshol élő embert ellát a mezőgazdaság, akkor látható, hogy a mezőgazdaság jelentősége az nem a munkaerő fölszívó képességében van, hanem éppen ellenkezőleg a gépesítés, modernizáció, technológia, géntechnika, kutatási eredmények, ezek mind-mind azt szolgálják, hogy minél kevesebb munkaerő befektetése, minél hatékonyabban lehessen, minél versenyképesebben előállítani mezőgazdasági élelmiszeripari termékeket. Milyennek látja a kiállítást, az itt bemutatott egyedeket, állatokat? Hát mindig lenyűgöző. Számomra, aki tényleg családi hagyományok okán nem ismerkedtem meg az állattartással, de itt Hódmezővásárhelyen ugye óhatatlanul jelentős. Gyermekeimmel évről évre ki szoktunk jönni erre a kiállításra. Csodálatosan szép, lenyűgöző állatok vannak, hatalmas termetükkel. Tényleg esztétikailag igen érdekes tanulmányút. Egy ilyen nem csak a gyerekeknek, hanem jó magamnak is. Én azt látom, hogy a genetika hihetetlen fejlődésemet keresztül az elmúlt években, és hát nyilván az állatoknak a megjelenése is, de természetesen a szaporulat, illetve a tejtermelő képesség mondjuk a marháknál, szarvasmarháknál nagyon sokat fejlődött az utóbbi években. A Hódmezőgazda ZRT, aki ugye a helyet adja ennek a nagyszerű kiállításnak, az jelentős mennyiségben tart állatokat, és hát egy jelentős mennyiségben megélhetést is biztosít sok családnak. Mit jelent ez önöknek, városvezetőinek? Hát Hódmezővásárhelyen a legnagyobb mezőgazdasági foglalkoztató a Hódmezőgazda ZRT. Természetesen nagyon fontos a városvezetés számára is a jó kapcsolat, minden munkáltatóval, minden vállalkozóval, nyilván a nagyvállalatokkal különösen is. Ezen kívül a Hódmezőgazda ZRT hagyományosan Hódmezővásárhelyen a mezőgazdaságból élőknek az egyik legjelentősebb partnere. Tehát számunkra kiemelten fontos, hogy nem csak ez a kiállítás, hanem egész évben harmonikus együttműködés legyen a vállalatvezetés és a városvezetés között.